szülő hazám, itt elángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőlem nőttem én, mint fatösből gyönge ága, s remélem testem is majd te földbe süppel el. Itthon vagyok, s a néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, s kik mennek az uton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyom. A házfalakról csorgó vöröslő fájdalom, ki gépen száll fölébe, annak térképe táj, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép gyárat s vad laktanyát, de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelét tanyát. Azt gyárat lát a lát csőni szántó földeket, még én a dolgozót is, ki dolgáért remek, erdőt, füttyös gyümölcsöt, szőlőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, s mi fentről pusztítandó vasutat gyár üzen. Az bakterház, a bakter előtte ás üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, a gyárak udvarában komondor emberek, és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban, hol méz, hol áfonya, s az iskolába menvén a járda peremén, hogy ne feleljek aznap egy kőre léptem én. Ím itt a kő, de fentről a kő sem látható, nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. Tudjuk, miben védkeztünk, mikor, hol és miképp, de élnek dolgozók itt, költők is büntelen, és csetszopók, akikben megnő az értelem. Világít bennük, őrzik sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újra a bége újja, folytott szajtatra majd a frisszóban. És szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat boríts ránk virrasztó éjfellet. Mi, abdaiak és kedves vendégeink is emlékezni jöttünk el ide, a mártírköltő és sorstársai tragédiájának helyszínére, ahol együtt tisztelgünk emlékük előtt. Köszöntöm Önöket Abdán, Radnóti Miklós költő 70 évvel ezelőtti halálának helyszínén. Furcsa dolog a sors. A sors ugyanis úgy hozta,
hogy én nem Szekszárdon születtem és nőttem fel a Kelemen ház szomszédságában, vagy Budapesten, az egykori Gróf Károly utca 5 szám környékén. Így nem Babis Mihály és nem Bilinszky János volt az, akinek nevével már kisgyermekként is úgy gyakran találkoztam. Nagyszüleimtől, barátaimtól, tanáraimtól, az abdaiaktól én Radnóti nevét hallottam, és annélkül, hogy költészetét megismerhettem volna bármennyire is, már korán kialakult egy láthatatlan kötelék. Később, amikor zsenge fejjel az irodalom már elkezdett érdekelni, akkor több más költői verseit is gyakran olvasgattam. Nem úgy olvastam ezeket, mint a versek megszállottja, nem úgy, mint leendő irodalmár, hanem úgy, mint egy abdai, akinek az életében időről időre felbukkant a költő tragikus sorsa. Évről évre. Hiszen mi abdaiak évről évre megemlékezünk 70 évvel ezelőtt falunk határában történtekről. Ki volt azonban Radnóti Miklós? Ki volt ez a fiatal költő, akinek sírja, s a rövid ideig nyughelye is volt ez a folyópart, ahol most összegyűltünk? Elsősorban ember volt. Az ő eszmélése is születéssel kezdődött, történtek benne fontos és kevésbé fontos életesemények, majd eljutott földi létének végére. A sors bőven jutatott számára témát későbbi lirájához. Anyja és sikertestvére születésekor meghalt, majd viszonylag korán napja is. Szeretett sportolni, szeretett teniszezni, síelni, szerette a mozit, szerette cseppnünk. A gimnáziumban, ahova járt, inkább hihették, hogy focista lesz, mint költő. Gyámja kereskedelmi iskolába iratta, de nem ragaszkodott a vallási, a társadalmi gyökerekhez, nem akart kereskedő lenni. Első kötetét 1930-ban adták ki. Zsidó törvények miatt Szegedre járt egyetemre, ahonnan levelekben ápolta szerelmét egy fiatal lányjal. 1935-ben házasodtak össze gyarmati Fannival, és 9 év házasság alatt otthon neki. De Fanni asszony, vagy ahogy sokan ismerték Fifi néni, sokat mondogatta, hogy neki ez volt az egész élet. Aztán jött a háború, jöttek a munkaszolgálatok, a harmadik 1944-ben. Ekkor Szerbia szívébe, a Bori részbányába került. Innen indult el bizakodva az első menetre Magyarországra, haza. Az utánuk maradtakat a szerb partizánok felszabadították. Az utakon visszavonuló németek, nyilasok tizedelték a munkaszolgálatosokat, főleg a lemaradozott betegeket, azokat, akik már nem tudtak gyalogolni. Szent Király szabadjáról írta utolsó versét 1944. október 31-én, a Razglednicák utolsó részét. A türelem rózsát terem közmondás ironikus megfordításaként írta, halált virágzik most a türelem. S valóban pár nappal később, ahogy jövendölte, így végezte ő is. Innen a talpunk alól azóta megnyugodott hantok alól került el a Borinotesz, és benne az utolsó verse. Egy költő életrajzát megismerni nem nehéz dolog. A csoda ott kezdődik, amikor életútjuk mellé rendelve megismerjük az írói munkán keresztül az embert. Az általunk hétköznapi emberek által is megért életeseményekre adott kérdései és válaszaik mikéntje, a sorsukban rejlő pozitív és negatív élményekből táplálkozó költészet emelik életek közül. Radnóti pedig haláláig reagált az életében is megért eseményekre. Verseink keresztül ismerhetjük meg a szerelmével kapcsolatos vívódásait, őszinte kifejezését a hazaszeretetől, a szenvedő halálát megjövendölő emberi kínokat és gyötrelmeket. 1940-ben mondta a következőket a József Attila halála alkalmával rendezett költői estén. A mű, amit a költő haláláig alkot, halálával hirtelen egész lesz, és a kompozíció, melyet éltében szinte testével takart, a test sírba hútával válik láthatóvá, fényleni, nőni kezd. S Radnóti kompozíciója fényleg. Leginkább köszönhető ez a szerelmet az ikletet adó asszony több évtizednyi hűséges gondoskodásának, aki egy 100 éves korában vele készült interjúban elmondta, hogy Miklós vele van. A szívében, a mindennapjaiban, a költészetében. Így vagyunk mi abdaiak is,
akiknek élete, sorsa, történelme, valamilyen megmagyarázhatatlan okból már végérvényesen összefonódott Radnótiban. Azonban, ahogy felesége mindig mondta, Radnótiról nem emlékezni kell, hanem verseit olvasni. Szóljon tehát a néhány sor emlékeztetőjük a költő emlékének. Ember, vigyázz, figyeld meg jól világot. Ez volt a múlt, emez a vad jelen, hordoz szívedben. Éld el rossz világot, és mindig tud, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. Köszönöm meg, tisztelt figyelmet. Nem tudhatom, hogy másnak a tájék mit jelent. Nekem szülőhazám itt a lángoktól bölött kis ország. Messze ringó gyermekkorom virága. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága. És remélem, testem is majd e földbe süpped el. Alig 10 hónappal a sorok megszületését követően német és magyar fegyveresek kísérletében egy elcsigázott, leröngyolódott, a pokolból a reménytelenségbe menetelő embercsoport tűnt fel a láncot öltése mentén. A bori menetoszlop saját árnyék után soványodott tagjait addigra már megtizedelte a mögöttük hagyott több száz kilométeres út. Ahogy vonultak át az országon, egyre kevesebb. A szerbiai borból Németország felé terelt munkaszolgálatosoknak csak negyede jutott el a határig. Az út minden állomása, sokuknak földi útja végső állomását is jelentette. A menetosztopot állati kegyetlenséggel terelő SS és nyilas különítményesek kivégezték a betegeket és azokat, akiknek már csak az utolsó szikrák maradtak meg életerejükből. Egyre nehezedő léptekkel és egyre fogyatkozó sorokban haladt végzete felé a megszomorítottak, megtagadottak, üldözöttek és kiközösítettek menetek. Az abdaiak közül sokan látták a töltésen meggyötörten vonuló, a halál mesdjéjén egyensúlyozó szerencsétleneket. Köztük azokat az élőholtakat, akiknek már jártányi erőjük sem volt az elszenvedett ütlegektől, az éhségtől, hidegtől, fáradtságtól. Ők a menet végén vánszorgórozók a szekerekre zsúfolva érkeztek abdakatán. Az egyik szekérem Radnóti Miklós is ott szorgott. Zsebében egy féltörzsdek noteszt lapjai rakultak, amelyet még Szerbiában, a bor melletti kényszermunkatáborban kezdett el írni. Megrendítően fegyelmezett, a poklok poklából is a fény felé törekvő, a szívdobbanás ütemét követő jambusok. A notesz egyik lapján utolsó verse, 1944. október 31-én. Mellé zuhantam, átfordult a testás, feszes volt már, mint a kurha pattan, tarka lövés. Így végzett hát te is, suttam magamnak. Csak feküdj nyugodtan. Halált virágzik most a türelem. Der springt noch auf, hangzott fölöttem. Sárral kevert vérszállott fülemem. Ebben a versben Radnóti egyik közeli barátja és munkaszolgálatos sorstársa Lorsi Miklós hegedű művésznek állított emléket. Vele is, mint oly sokakkal, a menetet kísérő egyik SS katona végzett. Az első lövés után azonban barátja még megpróbált feltápászkodni. Ekkor csaptam fel a Der springt noch auf. Ez még itt fel. Aztán ismét lövés dördült. A halál beálló csendjét nem zavarta meg többé a baráti szívdobbanása. Radnóti pontosan tudta, hogy rá is ez a sorsvár. Pontosan tudta, hogy szenvedés története
utolsó stációjához értünk. 70 évvel ezelőtt, november 9-én ezen a helyen barbár kezek emelték fel fegyverüket, hogy egy barbár eszme nevében 22 ártatlan embert öljenek tömegsírba. Mindannyian honfitársaink voltak. Köztük volt Radnóti Miklós is, a költő. Rendkívüli ember és ritkán születő, Isten áldott a tehetség. Derékba tört életműve, így csak magyar ember él a Földön, örök értéke, fénylő álló csillaga marad nemzeti kultúrán. Tisztelt emlékezők! Akiket itt ért a halál, olykorban éltek, amikor ember az ember ellen, magyar a magyar ellen fordult, egy őrült és gyilkos eszme levében kirobbantott háborúban. Ki kell mondanunk, hogy soha nem bocsátunk meg azoknak, akik fegyvert emeltek ártatlan emberekre. Ki kell mondanunk, hogy utolsó hazárulóként tekintünk azokra, akik képesek voltak elárulni a nemzeti összetartozás eszméjét, és akik állami szintre emelték a terrort, melynek nevében kezet és fegyvert emeltek saját honfitársaikra. Itt, ott a határában, Radnóti Miklós alakjában azok arcát és szenvedés történetét is meg kell látnunk, akiket úgy pusztítottak el, mintha nem lenne joguk otthonhoz, családhoz, emberi méltósághoz. Benne meg kell látnunk mindazoknak az arcát, akiknek életét úgy akarták semmivé tenni, mintha sosem léteztek volna. Mindazokért a számkivetettekét, akik mindig is a magyar nemzethez tartozóknak vallották magukat, de akik a magyar állam hitleri útmutatásokat követő terrorja következtében nem lelhettek honra a hazába. Világos, egyértelmű szavakkal ki kell mondanunk. Történelmünk szégyenének tekintjük azokat az időket, amikor államunk vezetői felhatalmazva érezték magukat arra, hogy vérgőzös eszméktől megrészegülve megtagadják a nemzetünkhöz tartozókat. Elvitatta tőlük még a létezésüket is. Tisztelt, kegyelettel emlékező honfitársaim! A kitaszítottak Bori menetéből 22-en itt értek útjuk végére. Kiontott vérük abban a földben van, ahol most állunk. Radnóti szellemisége arra int bennünket, hogy nekünk emlékeznünk és emlékeztetnünk kell rájuk, mindannyiukra. Emlékeznünk kell a lövésekre és az azt követő csendre, a halál mélységes csendjére. 70 évvel ezelőtt itt, Agdánál, nem névtelen, darabra elszámolható bábukat lőttek tömegsírba, hanem embereket, akiknek neve, munkája, élethivatása, családja, szerelme volt. Magyarokat, akikkel egy nemzethez tartozunk, bárhonnan is indultak, bármilyen Istenben is hittek. És ezen a helyen emlékeznünk kell az itteni tömegsír exhumálásának fájdalmas napjaira is. Emlékeznünk kell a pillanatra, amikor a kihantolást végzők egy talajvízzel és oszlásban lévő holttest nedveivel ártázott és földdel szennyezett protest találtak az egyik kivégzett áldozat zsebében. Benne öt nyelven a következő üzenet állt. Ez a jegyzőkönyvecske Radnóti Miklós magyar költő verseit tartalmazza. Ez a notesz halk kiáltás volt az égre. Az emberi méltóság hiteles dokumentációja. Feljegyzés a magyarok Golgotájáról. Egy holokauszt túlélő idős asszony mesélte, hogy a borzalma közepette azt gondolatta magának. Én az vagyok, amit én teszek, és nem az, amit velem tesznek. Radnóti Miklós is hasonlóan gondolkodott. Az életét elvehették, de semmit sem vehettek el abból, ami őt költővé, magyarrá
és hívő emberré tette. Lélekben egyetlen persze sem vált rabbá. Ő mindig, mindvégig Radnóti Miklós volt. Egy szerelmes férfi, akinek felesége Gyarmati Fanni egy hosszú életen át mindent úgy igyekezett megőrizni otthonában, ahogy azt Miklós is szerette. Radnóti Miklós nem nagyon szeretett könyveket kölcsönadni, és szívesen játszott barátaival azzal a szókirakóval, amit ő maga saját kezüleg készített. Húsvér ember volt, hívő ember volt, aki, mint mondtam, nem spekulációból lett keresztény. Zseniális alkotó erővel megáldott költő volt, akinek a világ poklában is gondja volt arra, hogy verseiben ne sérüljön a klasszikus időmérték. Az abbeliak úgy látták életében utoljára, amint a töltés mentén könyökére támaszkodva ír. Számotvetve sorsával, talán épp akkor írhatta noteszébe, 5 nyelven lejegyzett utolsó üzenetét. Mindössze 35 éves volt. Emléke legyen áldott. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében emlékezni jöttünk ide ma, de nem csak emlékezni, hanem hálát adni. Emlékezni azokra a vértanukra, akik itt haltak meg ezen a helyen, köztük Radnóti Miklósra. De hálát adni is, mert Radnóti Miklós ajándék volt. Ajándék volt a magyar népnek, ajándék volt a választott népnek, és ajándék volt a kereszténységnek. Urunk, te láttad életét, láttad küzdelmeit, láttad hazafiságát és értékeit. Most arra kérünk, hogy ezen a helyen hallgass meg imánkat, és fogadd őt atyai szeretetedbe. Jézusunk, amikor tudatosan felvette ő a kereszténységet, egyúttal azt a keresztet is vállalta, amit te is vállaltál. Értelmetlen halált halva hozzátért. Kérünk, nyisd meg neki azt a dicsőséget, amelyet te szereztél meg halálod és feltámadásod által. Ráemlékezve és 21 társára, a szeretet világszálával, valamint a tőled tanult imával akarunk nem csak emlékezni, hanem még egyszer hálát adni Radnóti Miklósért, aki jóra, a szépre, a költészetre nevel bennünket. Hangozzék hát most el a legszentebb imádságunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Dániel prófét a szavaival elmondhatjuk Radnóti Miklósról is, akik igazságra tanítottak sokakat, ragyogni fognak örökkön örökké, miként a csillagok. Így őrizzük mindannyian szívünkben Radnóti Miklóst, mint aki ragyog örökkön örökké, miként a csillagok. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Tisztelt emlékezők!
a Győri Zsidó Hitközség nevében tiszteletünket fejezzük ki az itt elpusztított, és ezen kívül Magyarországról több mint 400 ezer honfitársunk elpusztítására emlékezünk. Az ország jóvoltából 2014 évet a Holokauszt évének mondhatjuk. Sok mindent megtettünk, amit már korábban meg kellett volna tennünk, de mai nap is az bizonyítja, hogy így szép számmal, és főképpen fiatalok részt vesznek ezen a megemlékezésen. Bízom benne, hogy ez az ifjúság tovább fogja tudni adni, és tovább fogja adni ezt a mai napot, őnekük is egy emlék lesz, hogy emlékeztessék majd gyermekeiket, hogy soha többé ilyen esemény a világon, Magyarországon meg ne történjen. Egy mondatban azért meg kell említenünk, törvényeket hoztak. Sok olyan törvény 920-tól megjelent Magyarországon, amit abban az épületben hoztak, amit ma demokratikus országháznak hívunk, ami Magyarország nemzetéből kitaszította azt az ősi vallású embereket, nem kimélve azokat is, akik esetleg próbáltak megszabadulni ettől a vallástól, de a törvények meghozták azt, hogy őnek is el kellett menni, és úgy, mint Radnótinak, el lett pusztítva. Engedjék meg, hogy elmondjam a zsidó vallás szerinti imát, az Isten magasztaló arámi nyelvű himnuszát, a halottak tiszteletére mondott imát. Izgadar, izgadar shumirabó, Böl modigro hirussi, vyamlik malhussi, vyaiya vyamiha mufai dohul bisis royel, bagolo uvizvan koriv, vyimri omin. Jöhés mi rabo, mvorak, lőlam, ulol mi olmájó, izborak vistabak, izpar visrajman, visnasi, visadol, vishali, vishalos, mi drkucsu brihu, lőélo, minkol bilhoso, vesiroso, tusbohoso, venemoso, damirom, veimru, umin. Jöhés sóló murabo, minső májom, vehájim olénu valkol, jisrael, veimru, umin. Ahhoz a sólam bimrajmo, újjász a sólam olénu valkol, jisrael, veimru, umin. A zsidó vallás szerint nem virágokat helyezünk el az emlékműveknél, hanem köveket. Aki úgy gondolja, hogy ennek eleget tud tenni, a bejáratnál vannak kövek, és most én leteszem a 21. és a 22. jó is. Az emlékhelyhez érkezve sokan elhelyezték a megemlékezés virágait és koszorúit. Most felkérem Hiller István urat, az országgyűlés alelnökét, Tűzfa Balázs professzor urat és Szabó József urat a Radnóti Társaság nevében, Szabó Zsolt polgármester urat pedig a község nevében, hogy helyezzék el koszorúikat a márványkövön. Kulcsár János mártírok útján Radnóti Miklós emlékének. Ő nem tudott lapulva félreállni, mint annyi más, ki hősként bújt elő a vész után. Komor sötét napokban ember szíveknek ritmusára dobbant ajkán a vers. Igazság volt, s erő. Egy üldözött faj átka ült a vállán. A puskatűz a börtön és a vér korában élt. Fogoly volt, lázas, éhes, de még csodás dalt írt hitveséhez, pedig már tudta, vissza soha se tér. Falum határában lett örökre árva a féltve őrzött gyűlt verses füzet, a vérengzést remegve nézte Abda, én álmaimból néha felriadva még most is hallom a sortüzet. Költő, ha nem tudsz régi bűnt gyűlölni, jöjj, s állj meg itté vádló sír felett. E néma erdő minden fája bokra, tanít, hogy átkot mondja gyilkosokra, ha van szívedben lelkiismeret.
légy büszke rá, hogy társad ő s az eszme, mit elvetett a szívekben kikel, s az égig nő a szépség és igazság. A fényt imádó milliók akarják nekünk megírni, élni és hinni kell. Tisztelt köztársasági elnök úr, kedves megjelentek! A koszorúzás alatt Kulcsár János Mártírok útján című versét hallhatták Poskai Győző előadásában. Abda község nevében köszönöm, hogy együtt emlékeztünk Radnóti Miklósra és mártírtársaira. A mélyben néma, hallgató világok, üvölt a csönd fülemben, s felkiáltok, de nem felelhet senki rá, a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy. Hangod befonja álmom. Szívemben nappal. Újra megtalálom. Hát hallgatok. Míg zsonk körén felállván. Sok hűvös érintésű. Büszke páfrák. Mikor láthatnak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál? Súlyos, mint a Zsoltár. Szép, mint a fény. És oly szép, mint az árnyék. Kihez vakon? Némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban. És szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál. Álom lettél újra. S
Tamaszkorom kutyába visszabúlva. Tamaszkorom kutyába visszabúlva. Féltékenyen vallatlak. Féltékenyen vallatlak. Hogy szeretsz-e. Hogy szeretsz. S hogy ifjúságom csúcsán. S hogy ifjúságom csúcsán. Majdan. Majdan. Egyszer. Egyszer. A hitvesem leszel. A hitvesem leszel. Remélem újra. Remélem újra. S az éberlét útjára visszabúlva. S az éberlét útjára visszabúlva. Tudom, hogy az vagy. Tudom, hogy az vagy. Hitvesem. Hitvesem. S barátom. S barátom. Csak messze vagy. Csak messze vagy. Túl három vadhatáron. Túl három vadhatáron. S már őszül is. S már őszül is. Az ősz is itt felejt még. Az ősz is itt felejt még. A csókjainkról. A csókjainkról. Élesebb az emlék. Élesebb az emlék. Csodákban hittem. Csodákban hittem. S napjuk elfeledtem. S napjuk elfeledtem. Bombázó rajok húznak elfeledtem. Bombázó rajok húznak elfeledtem. Szemet kékét csodáltam épp az égen. Szemet kékét csodáltam épp az égen. De elborult. De elborult. S a bombák fönt a gépben. S a bombák fönt a gépben. Zuhanni vágytak. Zuhanni vágytak. Ellenükre élek. Ellenükre élek. S fogoly vagyok. S fogoly vagyok. Mindent, amit remélek. Mindent, amit remélek. Fölmértem. Fölmértem. S mégis eltalálok hozzá. S mégis eltalálok hozzá. Megjártam érted én. Megjártam érted én. A lélek hosszát. A lélek hosszát. S országok útjait. S országok útjait. Bíbor parázson. Bíbor parázson. Ha kell. Ha kell. Zuhanó lángok közt. Zuhanó lángok közt. Varázslom majd át magam. Varázslom majd át magam. De mégis visszatérek. De mégis visszatérek. Ha kell. Ha kell. Szívós leszek. Szívós leszek. Mint fán a kéreg, mint fán a kéreg, s a folytonos veszélyben, s a folytonos veszélyben, bajban élő, bajban élő, vad férfiak, vad férfiak, fegyvers hatalmat érő, fegyvers hatalmat érő, nyugalma nyugtat, nyugalma nyugtat, s mint egy hűvös hullám, mint egy hűvös hullám, a kétszer kettő józansága húr rám. A kétszer kettő józansága húr rám. Még egyszer is köszönöm a megjelenést mindenkinek. Köszönöm Abda község nevében is, hogy megtisztelték jelenlétükkel ünnepségünket. Köszönöm szépen. Két karodban ringadozom csendesen. Két karomban ringadozó csendesen. Két karodban gyermek vagyok hallgatak. Két karomban gyermek vagy te, hallgatlak. Két karoddal átölelsz te, ha félek. Két karommal átölellek, s nem félek. Két karodban nem ijeszt majd a halál a csöngyesem. Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem. Két karodban nem ijeszt majd a halál a csöngyesem. Két karodban a halálon, mint egy álmon átesem.
te sem. Két karodban ringadózom csendesen, két karomban ringadózol csendesen, két karodban, na 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 na. Két karodban, la da 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 És ahogy ott álltam, éreztem, hogy elkezd lebegni a lábam. Azt elkezd lebegni a testem, azt elkezd lebegni a kezem, és amikor oda jutottam, hogy felszólítottak a beszéd elmondásra, vacogtak a fogaim. Azt képzeld, hogy úgy el volt egy beszéd, községünket választotta arra, hogy ezen a megemlékezésen részt vegyen, hiszen a kormány meghirdette egy évvel ezelőtt a holokauszt emlékévet, erre mi is rögtön reagálva elkezdtünk készülődni, és hát Fűszó Balázs tanárról nem sokat kellett várni, hogy kopogtasson az ötleteivel és javaslataival, ami mellé természetesen minden helyi szervező, a Győri Múzeum, a Győri Radnóti Társaság, és még nagyon sokan mellé állva ennek a kezdeményezésnek hát megvalósulhatott ez a háromnapos rendezvénysorozat, amelynek a fő záró megemlékezése az kint az emlékhelyen történt, és ezen állófogadás követően majd még egy sebőkoncertet tekinthetnek meg a kedves vendégek. Köszönöm elnök úrnak még egyszer, hogy ellátogatott hozzánk, és reméljük, hogy méltónak találta a megemlékezésünket. Azt mondták, hogy teszünk, hogy 40-en most majd megfutamodtak többen, mert még nem értek ide. Akkor kell még egy pár, csak megmondani, így van. Azért az az, de nagyon örülök, tehát nagyon köszönöm.
nagyon közösség. Meg is igen, jó. Most nem voltam ki mindegyiket pár nevet, amelyik még majd ott meg. És egy kis helyi. Egy kis helyen volt. És akkor még annyit, hogy a két könyvet a Pusztai professzor úr kérésére tettük be, ez az ő nagyon kedves a... Közönséget, 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 közönséget,